Köszöntöm kedves nézőinket! Önök május 3-án hétfő este a Tatai Televízió Tallózó című műsorát láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is. Április 26-án hétfő este híradónkban számoltunk be arról, hogy az Önkéntesség Tatáért Egyesület tagjai és az érdeklődők több száz kavicsot festettek meg. A kormányrendelet értelmében újra megteltek az óvodák és az általános iskolák április 19-től. A Jászmin iskola diákjait egy tematikus héttel fogadták az intézmény pedagógusai. A fenntarthatóság és az újrahasznosítás témakörékben alkottak a fiatalok. Különböző méretű és formájú kavicsok kaptak gyönyörű és nagyon színes új külsőt, köszönhetően az Önkéntesség Tatán és környékén egyesületnek. Április 24-én délelőtt és délután is az alkotásé volt a főszerep a Bacsó Béla közösségi kertben, ahol minden generáció önfeledten pingálta ki a civilek által összegyűjtött köveket. Az önkéntes csapatunk gondolkodott egy olyan programon, amivel vissza tudunk adni egy kicsit az önkénteseinknek. Nem csak szemetet szedünk, nem csak fákat ültetünk, hanem egy kis olyan eseményt szerettünk volna csinálni, ami a gyerekeket is érdekli, ahogy látszik is, példát akarunk nekik mutatni, el akarjuk őket vonni, most egy telefont nem használnak például, hanem odafigyelnek egymásra, egy csapatépítő jellege van ennek az eseménynek. Az volt az ötlet, hogy kavicsokat festünk, ebbe segítenek grafikusok is, és ezeket egy hét múlva anyák napján el fogjuk rejteni az építők parkjába, és erre szervezünk egy családi eseményt, ami külön meg van hirdetve, és nagyon örülök, hogy ennyi gyerek eljött ide a Bacsó közösségi kertbe, festjük a kavicsokat. Valószínűleg több száz kavics lesz az eredménye ennek a kis közösségi eseménynek. A mottónk, hogy globálisan gondolkodunk, de lokálisan cselekszünk. Nagyon fontos, hogy itt helyben mi történik. A helyben élőknek próbálunk segíteni, itt szervezünk eseményeket. Nagyon fontos nekünk Tata és a környéke. Odri Gabriellával korábban az Egyesület tojásfestésekor találkozhattak az érdeklődők. Természetesen a kavicsok dekorálásánál is aktívan vette ki a részét a munkából. Úgy gondoltuk, hogy, mint amit már sokszor mondtam, hogy ne csak szemetet szedjünk, csináljunk más aktivitást, ami gyerekeket is bevonva érdekessé tenni. Én valahol a Facebookon találtam hasonló ötletet Székesfehérváron, hogy ott is így elrejtenek kavicsot, és akkor Misivel egyeztettünk, hogy azt persze előtte csináljuk azt, hogy befessük őket, és akkor nem mindenki külön, így otthon, hanem itt a tavasz, jöjjünk ki a természetbe. Annyit készítettünk előre, hogy előfestettünk köveket, és a barátnőm is átjött, és két délután rajzoltuk a köveket, úgyhogy volt itt már alap, és hoztam kinyomtatott formába is, és akkor Tünde, ő nagyon ügyesen segíti a gyerekeket, és akkor így tájképeket festünk, motivumokat, pandamacit, katicabogarat, és sok mindent. És Tatát. És őt. Őt is. A szépséges, sok esetben pedig mókás kifestett kavicsokat május 2-án az Önkéntesség Tatáért Egyesület Köves Kalandok elnevezésű programján kereshetik meg az érdeklődők az építők parkjában 10 órától egészen délig. Április 19-től ismét a gyermekektől hangosak az ország óvodái és általános iskolái. A kormányrendelet értelmében ugyanis az online tanítást hosszú idő után ismét felváltja személyes oktatás. A Jászmin iskola rögtön tematikusan kezdte meg a várva várt újranyitást, így a diákok a környezetvédelem jegyében készíthettek alkotásokat, amelyek a hét második felében már az intézmény díszítették. Egyből a fenntarthatósági témahétbe pentünk bele, előzetesen már a kollégák folyamatosan készültek, például a két első osztályunknak a tanítónéniei kiadták feladatnak, hogy az újrahasznosítás jegyében készítsenek az egyik osztályunk tavasztündéreket, a másik osztályunk viszont polipokat zokniból, és ez látható a kis aulánkban, a kis kiállítóterünkben, nagyon büszkék a gyerekek, nagyon boldogok, hogy a munkájuk ott látható. A héten megjelenik minden órán
a fenntarthatóság, a föld védelme, a közlekedés, hogy próbáljunk kerékpárral, gyalogosan közlekedni, hiszen mint minden iskolánál itt is a reggelek arról szólnak, hogy az autók tömkelege áll az iskola előtt, és szeretnénk felhívni rá a gyerekek figyelmét, hogy gyalog is ide lehet érni. Volt olyan osztályunk, akik kimentek a környékre szemetet szedni, most nagyon szép rend van az iskolánk udvarán, de a környéket is fontosnak tartjuk, hogy rendbe rakjuk. És hát a másik, a múlt héten kerestek meg az önkormányzattól, hogy fecskefészkeket kapunk, és a gondnokunk már el is készítette, és el is helyezte a megfelelő helyre, úgyhogy izgatottan várjuk, hogy jönnek-e a fecskék, megtalálják-e a fészket, vagy üresen fog állni. Nagyon jó volt, nagyon fontos volt nekik, nagy örömmel jöttek vissza hozzánk, nagyon várták, nagyon törekszünk arra, hogy az udvaron sokat legyünk kint, szerencsére ez a hét biztosította is ezt a lehetőséget, úgyhogy sokat vagyunk a levegőn, és olyan feladatokat próbálunk adni nekik, amiket így meg tudunk valósítani. A Jászmin iskolában nem csak a tematikus héten, de az intézmény egész szellemiségében kiemelten fontos a klímatudatosság. Nagyon fontos, egyre jobban a gyerekeknél is megjelenik ez, és igényük van arra, a kollégák is a szívükön viselik ezt a dolgot. Folyamatos a koronavírus elleni oltóanyag érkezés megyénkbe. Április 27-én adtunk hírt arról, hogy csaknem 9000 adag Sinopharm vakcina szállítmány érkezett a tatabányai kormányhivatalba, amelyeket a megye házi orvosai számára szállítottak ki. Az angol kert utolsó felújításának üteme 2016-ban volt, amely Európai Uniós projekt keretében valósult meg, de a fenntartási időszakban különböző kritériumoknak kell megfelelni. Emellett egy teraszt alakítanak ki a kincses háznál. A munkálatokról szintén kedden számoltunk be. A tavasz köszöntével egyre többen járják az ország zöld területeit, népszerű kikapcsolódási program, például a medvehagyma szedés. A növénygyűjtése során azonban számos szabályt kell szem előtt tartani. Nyílt napot tartott az Oroszlányi Kutyás Egyesület a Fényes Fürdő területén, ahol a tatán induló kutyaiskolába nyerhettek betekintést az érdeklődők. Már a megyei háziorvosok oltanak azokkal a kínai vakcinákkal, amelyek vasárnap érkeztek a tatabányai kormányhivatalba. Ebben a komáromi rendelőben már reggel 6:30-kor megkezdődött az oltakozás. A mai napon 60 oltással oltottunk, de az elmúlt 2-3 hétben szombatonként 120-120 oltást adtunk be rendszeresen. Ugye ezt másodjára is be kellett adni. Nagyon sokat oltottunk Sinopharm oltással, és elmondhatom, hogy nagyon jók vele a tapasztalatok, kevés a mellékhatás, a betegek jól tűrik, és adható mindenkinek. Mai napon lesz megyei oltási bizottság, melynek én állandó tagja vagyok, mint megyei háziorvos kollegiális főorvos. A mai napon fogjuk megtudni kormány megbízott úrtól, hogy mennyit és milyen vakcinát fog kapni a megye háziorvosi rendszere. Az biztos, hogy Sinopharm oltással továbboltunk, az is valószínű, hogy második körös oltásokat nálunk a jövő héten például Modernával, Pfizerrel, Sputnik visszaoltást is fogunk küldeni oltópontra, úgyhogy folyamatosan minden oltás jelen lesz a listánkon. Nagy különbségek az oltások között nincsenek. Ha van mellékhatás, annak örülni kell, mert ez azt jelenti, hogy dolgozik az immunrendszer. Egyébként nálunk szövődmény nem volt, úgyhogy elmondhatom, hogy az összes oltás jó. A maszk használat továbbra is kötelező, ahogyan a másfél méteres távolságtartás is. Minden vakcina jó, kivétel nélkül. A nagyobb probléma az, ha valaki elutasítja az oltást. Mi egészségügyi dolgozunk, rengeteget dolgozunk, különösen bent az intenzív osztályokon. Ezért azt gondolom, hogy most, amikor lehetséges már a teraszokra kiülni, még mindig ésszel kell tenni a dolgunkat, ha nem akarjuk, hogy a negyedik hullám beinduljon, mindenkit arra kérek, minél előbb oltassa magát, viselje a maszkot, tartsa be az utasításokat, a másfél méteres távolságtartást, illetve a kézmosási higiéniai szabályokat. Ezzel nagy mértékben meg fogják tudni könnyíteni a mi munkánkat is, illetve a családjukat is meg fogják tudni óvni, mert esetlegesen nem viszik haza a fertőzést,
és nem terjesztik úgy a fertőzést, mint hogyha nincsenek beoltva. Bár oltás mellett is terjeszthetjük a fertőzést, de aki megkapja, annál sokkal kevésbé válik súlyossá, ezért minden körülmények között az oltást szeretném, hogyha felvennék a lakosok. Emellett a Tatai Szent Erzsébet szakkórház és rendelőintézet területén továbbra is zajlik a tömeges oltás. Az oltópont szervezői kérik az oltásra érkezőket, hogy kitöltve vigyék magukkal a cseklistát és a hozzájáruló nyilatkozatot. Elkezdődtek a munkálatok a kincses háznál. Az angol kert felújításának utolsó szakasza 5 évvel ezelőtt fejeződött be. A rendkívül népszerű szabadidős helyen található nyári konyha csapadék vízelvezetésének felújítását a Tatai Városkapu közhasznú ZRT végzi. Emellett egy terasz készítése is folyamatban van. A Tatai angol kertben vagyunk. A Tatai angol kert utolsó felújítása 2016-ban volt. Ez egy uniós projekt keretében történt, és ilyenkor mindig van egy úgynevezett fenntartási időszak, amikor azokat a kritériumokat és tartalmakat vállalni kell, amit egyébként a pályázó egy ilyen pályázat keretében önmagára nézve kötelezően vállal. Azért is érdemes ilyenkor újra gondolni ezeket a dolgokat, mert 5 év elteltével változnak az igények és a körülmények, és látjuk azt, hogy az angol kert egy rendkívül népszerű, szabadidős hely mind a vendégek, mind a tataiak számára. És itt van ez a gyönyörű nyári konyha, ami egyébként jelenleg helyi termékek bemutatására szolgál, ugyanakkor meg kell oldanunk az épület csapadékvíz elvezetését jobban, mint ahogy ez jelenleg éppen működik, és emellett szeretnénk egy olyan teraszt kialakítani, persze az örökségvédelemhez benyújtott és elfogadott tervek alapján, ami méltóan képviseli egyrészt magának a helyszínnek a minőségét, másrészt pedig valóban hasznos a vendégek és az idelátogatók számára. Ennek a munkálatai zajlanak jelenleg. Várhatóan május 12-én fog ez elkészülni, és reméljük, hogy mindenkinek nagyon fog tetszeni. Amellett még egyébként azt tervezzük itt az angol kertben, hogy megpróbáljuk ezt a történeti kert látványát nem feltétlenül biztosító nagy lelátót, ami éveken keresztül itt állt most mellőzni, és úgy alakítjuk ki a szabadtéri színpad nézőterét, hogy azért funkcionálisan, amikor szükség van rá, be tudja fogadni ezt a magas nézőszámot. Másrészt pedig azt is szeretnénk, hogyha nem csak a szabadtéri színpadon, hanem kisebb programok ugyanígy a Cellarius hamarosan elkészülő teraszán, sőt a nyári lak, tehát a Kiskastély teraszán is lehessen. Persze természetesen ezek olyan kulturális rendezvények lennének, amelyek egyrészt a hely szelleméhez igazodnak, másrészt pedig méretükben, volumenükben felelnek meg a helyszín adottságainak. Magyarországon a vértes bizonyos részein, a gerecsében és a mecsekben is fellelhető sok a kedvenc gyógynövénye, a medvehagyma. Nevét arról kapta, hogy a barna medvék és a vaddisznók is előszeretettel fogyasztják termését. Tavasszal a természet a megszokottnál is zöldebb egyes területeken. Időjárástól függően általában április közepén szokott megjelenni, hogyha melegebb a tavasz, vagy korábban érkezik a tavasz, akkor már április elején is megjelenik, és most ilyenkor a hónap közepén ilyenkor láthatóak az arasznyira megnövő hagymaillatú levelei. Amit erről a növényről tudni kell, hogy mint alapanyag is egy közkedvelt növény, gasztronómiai alapanyag, illetve direktben is egyre többen és sokan fogyasztják, hiszen egy szendvicshez is ugyanúgy, mint egy lila hagyma, vagy mint egy fokhagyma elfogyasztható. Ezen kívül nagyon sok péksüteményben, pogácsákban, főzelékekben előfordul. Itt a környéken, Tatabánya sütő, Bajna környékén egy kifejezetten nagy hagyományra tekint vissza a medvehagyma, krémleves, melyet füstölt sajttal szoktak fogyasztani. Gyógynövényről van szó, ez azt jelenti, hogy élettani szempontból, illetve egészségügyi szempontból egy kiemelt jelentőségű növényről beszélhetünk. Vérnyomás csökkentő hatású, detoxikáló hatású növény, tehát gyakorlatilag kortól, nemtől függetlenül bárki bátran fogyaszthatja. A szedés, illetve a gyűjtése kapcsán két dologra szeretnénk felhívni a figyelmet. Az egyik a természetvédelmi vonatkozások. Magyarországon bárki gyűjthet napi 2 kg medvehagymát nem védett területen. Ez nagyon fontos, tehát védett területeken a gyűjtése szigorúan tilos. Ami nem védett terület, ahol éppen most is járunk, itt pedig naponta fejenként 2 kg medvehagyma gyűjthető. Illetve rendszeresen felmerülnek a kérdések, főleg laikusok részéről, hogy mivel lehet összekeverni, illetve össze lehet-e keverni valamivel a medvehagymát. Igazából, mivel a megjelenési időszaka
eltér, de azért adott esetben kicsit érintheti a gyöngyvirágét, ezért ezt a növényt szoktuk megemlíteni. Ugye nagyon fontos alapvető különbség, hogy amíg a medvehagyma egy egészséges gyógynövény, addig a gyöngyvirág egy erősen mérgező növény, viszonylag kis mennyiség elfogyasztása is nagyon komoly betegséget, szélsőséges esetben halált is okozhat. Azonban megkülönböztetni nem csak azért könnyű őket, mert amikor a medvehagyma főszezonja lemegy, a gyöngyvirág csak akkor jelenik meg, hanem azért is, mert a medvehagyma levelét eltépve összemózsolva nagyon jellegzetes illatanyagot áraszt magából, a fokhagymához hasonló, a gyöngyvirágnak hasonlója nincs. Bizonyos morfológiai bélyegekben is különbözik, azonban nem ez a megkülönböztetésének az alapvető és legpraktikusabb módja. Bár eddig nem volt Tatán kutyaiskola, az Oroszlányi Kutyás Egyesület április 25-én mutatta be a Fényesfürdő területén az erre vonatkozó változtatási szándékát. Egy nyílt nap keretében a szervezők bemutatták a gazdáknak, milyen egy őrzővédő tanfolyam és egy szocializációs tréning, amely előreláthatólag legalább egyszer mindenképpen elérhető lesz városunkban is. Itt megtanulják a visszahívást, hogy kell visszajönni, a leültetés, lefektetés, stb. És a érdeklégy magasabb szint. Arra is van lehetőség. Vizsgákra, versenyekre való felkészülés, kiállításokat lehet itt szervezni, bármit. Ami nagyon fontos, hogy motiváljuk a kutyát. Tehát operáns kondicionálásra dolgozunk, az azt jelenti, hogy jutalom alapú a képzés. Tehát amit a kutya jól csinál, azt megdicsérjük, amit nem jó, azért nem kapja meg a jutalomfalatot. Az első számú szabály az mindig az, hogy én kelljek a kutyának. Egy másodlagos megerősítés, hogy jó, ügyes vagy okos, a harmadik pedig, hogy kap egy jutalomfalatot érte. És akkor így háromszorosan meg van erősítve. Viszont ha nem jó, akkor nem jó. Akkor nincs jutalomfalat, és akkor nincsen semmi. Megyünk tovább. Beteszem egy olyan szituációba, ahol meg tudom jutalmazni. És azt megérti a kutya. Lesz egy olyan rész itt a kutyaiskolán belül, lesz egy nagyobb rész, oda kialakítunk egy versenypályát, és lesz egy kisebb rész, ahol a kis növendék, hobbi kutyások jöhetnek. Ott lesz egy másik kiképző, aki velük foglalkozik, én meg itt csinálom a vizsgára versenyre való felkészüléseket. Bármilyen kutya jöhet, színre, formára, méretre, bármilyen kutya jöhet. Mindegyikből meg tudjuk csinálni azt, hogy az jó legyen, visszahívható, kezelhető. Hiszen egy séta is könnyebb egy olyan képzett kutyával, ami egy alapszinten tudja a dolgokat helyesen. A kutyaiskola a négy labóak oktatása mellett remek lehetőséget biztosít a gazda és kedvence közötti kapcsolatépítésre is. Több éve járunk kutyaiskolába, az első kutyám a Léna, az öregebbik német juhász, ő egy szuka, most már lassan 4 éves lesz, hát elég fiatal korban kezdtük el a kutyaiskolát, és 2 éves kora körül lett egy alom, amelyből származott 9 kiskutya, az egyiket megtartottuk, és akkor ő most már igazából nagyon kicsi kora óta, tehát hogy az első oltás és lehetőség megvolt, ő már kutyaiskolába jár, rendkívül szófogadó. Igazából azért javaslom ezt az embereknek, mert eleve közelebb kerülünk a kutyákhoz, és a kutyák is, illetve mi is meg fogjuk tanulni a kutyákat, tehát nem csak ők minket, hogy mi mit szeretnénk, hanem mi is meg fogjuk jobban ismerni a kutyáinkat, és fogjuk látni azt, hogy valóban mi az, amit értük tehetünk, amiért mi is sokkal könnyebbé tesszük az ő életüket, és így ezáltal ők is könnyebbé tehetik a mi életünket. Az Oroszlányi Kutyás Egyesület tehát szeretettel vár mindenkit a különböző tematikájú tanfolyamokra, ahol a résztvevő négylábúaknak előírt egyetlen kritérium a kötelező 3 oltás. A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Múlt héten kezdte meg a Gábor Áron és az Öveges József utca közötti járdaszakasz akadálymentesítését. A felújításról szerda esti híradónkban tudósítottunk. Szabó Szonya 2016-ban 38 évesen elhunyt, súlyosan mozgássérült tatai képzőművész emlékének adózva harmadszor szervez paraképzőművészeti biennálét a Fogyatékosok Országos Diákverseny és Szabadidősport Szövetsége. A kiállítás célja megmutatni a fogyatékkal élők körében rejtőzködő tehetségeket és bemutatkozási lehetőséget biztosítani számukra. Újabb forgalmas járdaszakasz kerül akadálymentesítésre Tatán, amelyet már vélhetően a héten használatba vehetnek a gyalogosok. A Deák Ferenc utcán vagyunk, és az emelletti gyalogos járdánál,
ahol ugye szükségessé vált, illetve már régebben szükséges volt, hogy akadálymentesítést hajtsunk végre, hiszen a Vakok Intézetének épületének elkészültével itt voltak olyan akadályok, itt most lehet érzékelni a helyszínen, hogy mit bontottak el a városgazda kollégáink, hogy ennek a kiküszöbölésére. Azóta is fennáll ez az igény, hiszen azt tapasztaltam, és ennek köszönhető az is, hogy az élelmiszerbolton bráírásos vakok számára is olvasható nyitvatartási rend van, hogy gyakran látogatják az intézet lakói kísérőkkel ugyan a postát, illetve az üzletet. Most valójában Kertvárosban ez talán a második olyan működő szolgáltatási egység, ami működik. A vasútállomásnál van még talán az a vendéglátóhely, és más nagyobb már itt a Vértesszőlősi úttól a vasút felé nem nagyon működik más szolgáltató egység. Ez most már pillanatokon belül el fog készülni. Lehet, hogy én szeretném, hogyha a Vakok Intézetének képviselő is majd az ünnepélyes átadáson, hogyha ez, mert azért ez jól fog kinézni, és azt kell mondjam, hogy én sokat jártam ezen az útszakaszon gyalogosan is. Most már, hogy jobb a közvilágításunk, most már nem olyan veszélyes, de bizony a régi közvilágítás mellett ez még egy normális gyalogos számára is azért feladat volt itt ezeket a lépcsőket meglépni. Most már szerencsére olyan lesz a beavatkozás, hogy a gyengéllátók és a vakok is botlás, különösebben nagy akadály nélkül tudják keresztezni majd ezeket a keresztutcákat, lépcső kizárásával természetesen, és ami még nagy segítség lesz, hogy belekerülnek azok a közlekedésüket segítő elemek, amiket most nagyon jól lehet látni a Vértesszőlősi úti gyalog átkelőhelynél, olyan jellegű információval is fogjuk segíteni az erre közlekedő gyengéllátókat, hogy még biztonságosabban tudjanak átkelni ezeken a szakaszokon. Itt én azt gondolom, nyitottak vagyunk minden olyan kérdésre, amiben mondjuk az intézet megkeres bennünket, és abban a város természetesen fog segíteni. A Fogyatékosok Országos Diák, Verseny és Szabadidősport Szövetsége, Tataváros Önkormányzata és a Humanitás SE pályázati felhívása fogyatékossággal élő amatőr és hivatásos művészek számára a Szabó Szonya Paraképző Művészeti Biennáli kiállításon való megjelenés. A pályázat célja, hogy megmutassák a fogyatékossággal élők körében rejtőzködő tehetségeket. A jelentkezéseket azt május 10-ig várjuk a Fodis székházába, Magyar Sportok házába. A célja végül is, hogy a fogyatékkal élők, illetve a sérült emberek, mindegy, hogy látás, hallás, vagy értelmi fogyatékos, vagy mozgássérült, ez nem akadály. A kiírás szerint várjuk minden olyan érdeklődőt, aki szeretné megmutatni az alkotásait. Nagyon változatos a technika is, mert nincs is meghatározva, hogy milyen technikával kell elkészíteni az alkotásokat, illetve a témát se határozzuk meg. Szabadon választható, mindenki 3 alkotással indulhat, mindegy, hogy sorozat, vagy pedig önálló kép. Lényege az, hogy jöjjenek, küldjék be az alkotásaikat, mert az a cél. A Fodisznak, mint a szlogenjük is mondja, több, mint sport. És éppen ezért ebből a két dologból hoztuk össze, hogy Szonya mind a két témában jártas volt, és szépeket alkotott, sportban is eredményeket ért el, ezért gondoltuk, hogy alkalmas arra, hogy mások is kiállító helyet találjanak ezen a rendezvényen. Szabó Szonya a 2016-ban 38 évesen elhunyt, súlyosan mozgássérült tatai képzőművész saját stílus teremtve alkotott. Tagja volt a Szájjal és Lábbal Festők Nemzetközi Szervezetének. Gyermekként több hazai és nemzetközi díjat nyert. 2013-ban Komárom-Esztergom megye prímadíjasa lett. Alapítója és aktív játékosa volt a Tatabányai Humanitás SE boccsa szakosztályának. Több dobogós helyezése mellett 2011-ben magyar bajnok volt. Szonya pontozásos technikát használta, és filccel alkotott, akvarell filccel. Neki ez könnyebb volt, mint eszközt használni. Nagyon inspirálta sok minden. Voltak korszakai,
amit szívesen használt egy darabig, aztán váltott, kipróbálta annak ellenére, hogy filccel dolgozott az akvarelt is, az olajfestéket is, voltak vegyes technikák, és nagy örömünkre 20 képét az önkormányzat jóvoltából a múzeum fogja kiállítani. Leginkább a természetből hozott témái, néha állatok, néha vallási témájukat is alkotott, illetve tatai jellegűeket. Minden növényel beszélgetett, az ő kedvencei, nekem elmondta, hogy hol van gond, és mit kell megoldani, kell bekapálni, gyomlálni, vagy éppen ültetni. Nagyon szerette az otthonát, minden úgy van ma is, ahogy ő megálmodta. A Tatabányai Tankerületi Központ 2017 májusában sikeresen pályázott egy felhívásra. Ennek köszönhetően jelentős beruházást tudnak megvalósítani a Vaszary János Általános Iskola székhelyi intézményében, és tudtak a már befejezett munkálatoknak köszönhetően a Jászmin utcai tagintézményben. Erről csütörtöki híradónkban tudósítottunk részletesen. Egy 2017-ben elnyert sikeres pályázatnak köszönhetően közel 2 milliárd forint támogatásból újul meg a Vaszary János Általános Iskola. A projektnek köszönhetően a több mint 800 diákot foglalkoztató intézmény a kor követelményeinek megfelelő környezetet biztosít a pedagógusoknak és a tanulóknak egyaránt. Minden egyes oktatási intézmény az adott térség jövendőjét alapvetően meghatározó intézmény, közoktatási állami intézmény, közszolgáltatás. Így van ez az általános iskolák esetében is. A Vaszarynak pedig különösen nagy múltja és szerepe van Tatai és a tatai járás közoktatásában. Mondhatjuk azt, hogy a kormány és azon belül miniszterelnök úr tisztelgése is ez, és elismerése is ez az iskolában folyó munka és a tatai közösség irányába, hogy a korábban megítélt 1,1 milliárdos Európai Uniós pályázati támogatást közel 900 millió forint hazai költségvetési forrásból kiegészítette kezdeményezésemre, ugyanis menet közben kiderült, hogy a beruházást nem lehet elindítani úgy, hogy teljes körűen megvalósulhassanak a tervek, ahhoz szükség van többletpénzügyi forrásra. Ez a többlet hazai költségvetésből biztosított forrás teszi lehetővé, hogy az iskola belső udvarában megépülhessen a tornaterem másik fele, és megépülhessen a sportudvar is. Így elmondhatjuk azt, hogy 2 milliárd forint felhasználásával valóban a mai oktatási követelményeknek, követelményi elvárásoknak megfelelő színvonalú, de a régi patináját is megőrző oktatási intézmény születhessen újjá. Egy olyan környezetben, Tóváros központjában, amely bizony rászorul és igényli azt, hogy a régi történelmi épületek autentikusan kerüljenek megújításra. Hála Istennek a szomszédban ugyancsak kormányzati támogatással a Kapucinus rendház tetőszerkezetének a felújítása is megtörténik ebben az évben, és ugyancsak a magyar kormány támogatásával az innen 100 méterre lévő nemzetiségi múzeum külső homlokzati felújítására is sor kerül még ugyancsak az idei esztendőben. Tehát mondhatjuk azt, hogy itt ezen a zsebkendőnyi történelmi múlttal rendelkező téren, az országgyűlés térnek a közvetlen környezetében lévő épületek, azok megújításra kerülnek kormányzati támogatással. Három szakaszra bontva kezdődött meg a fejlesztés április elején a Vaszary János Általános Iskolában. Közel 2 milliárd forintnak megfelelő támogatásnak köszönhetően újul meg kívül belül a nagymúltú intézmény. A beruházásról április 29-én tartottak sajtótájékoztatót. Ez most mindenképpen egy nagy ugrás, ami a Vaszary János Általános Iskola életében történik. Az elmúlt 15 évben nem volt olyan esztendő, hogy valamilyen beruházásunk valamelyik oktatási nevelési intézményen ne lett volna. Vaszary iskolára is a városi energiaracionalizálási nagy programunk keretében egy 100 millió forintot tudtunk akkor elkölteni, és az akkor egy nagyon nagy fejlesztésnek minősült. Talán emlékszenek rá, a tatai, a Kiskőkúti iskolával, Fazekas iskolával, Jászmin iskolával együtt az iskoláinkat így szépé tudtuk tenni. És nagyon nagy öröm, hogy most egy akkora összekerül ide, amekkorát még eddig el se költöttünk, így összevetve sem az összes iskolánkra. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok. Azt gondolom, hogy
ez egy történelmi időszak most a Vasari iskola életében, és innentől következő időszakban itt tanuló gyerekek egy tényleg 21. századi körülmények közé kerülnek, a pedagógusokra nem is beszélve, akik pedig így tudnak itt oktatni, úgyhogy nagy öröm a városnak, legyünk rá büszkék, hogy közel 2 milliárd forinttal gazdagszik a városunk, az épület maga az a városé továbbra is, és megújul, és olyan körülmények közé kerülnek a gyerekek, ami sokkal jobb lesz a jelenleginél. Én is ide jártam iskolába, egy kis bigyó luk volt a tornateremnek nevezett helység, az udvaron, salakos pályán kézilabdázhattunk, az, hogy most egy új sportpálya lesz az udvaron, az, hogy még egy nagy résszel, egy felével még megnövekszik a tornaterem, és az osztálytermek is megújulnak és bővülnek. Ez egy nagyon nagy előrelépés lesz a mostani diákoknak, úgyhogy szívből gratulálok a fejlesztéshez a tankerületnek, és köszönjük a magyar kormány támogatását. A Jászmin utcai tagintézmény felújítását követően április elején a Vasari János Általános Iskola székhelyében is megkezdődtek a fejlesztési munkálatok. Kormányzati támogatásból az intézmény egész területe átalakul. A projekt fő eleme a födénfeltárás és tetőszerkezeti tevékenységek mellett egy kisebb tornacsarnok megvalósítása. Egyrésztről, hogyha visszamegyünk arra az időpontra, hogy 2017-ben kaptuk meg, nyertük meg a pályázatot, és azt követően az előkészítési, szakmai előkészítési, tervezési munkálatokat folytattuk. Ugye Idestó most már lassan 4 éve, az is hatalmas terhet is egyébként feladatot rót a projektmenedzsmentre. Majd ezt követően, hála Istennek a tavalyi forrásbővítést követően indulhatott meg az érdemi munka, miután megkaptuk a többletforrás 815 millió forintot, az október 1-én kihirdetésre került kormányhatározat értelmében. A célunk volt, illetve a projektmenedzsment célja volt, hogy minél előbb lezárjuk a folyamatban lévő feltételes közbeszerzési eljárást. Ez márciusban eredményesen zárult, és a vállalkozási szerződést meg tudtuk kötni. Azt gondoltuk akkor, hogy a munka dandárja már véget ért, de jelenleg a kivitelezés fázisában, amihez kapcsolódóan heti szinten tartunk kooperációkat, jellemzően szerdán, megmutatja azt, hogy mennyi fontos, most már jellemzően szakági kérdés az, amit át kell beszélni ahhoz, hogy a projektet aztán sikeresen tudjuk zárni a jövő év február végével. Maga az általános iskola az A, tehát az országgyűlés téri épületrész, a B a kaszárnya épületrész, valamint a C a jelenlegi tornaterem, részben egészben villamossági, tehát villamoshálózati felújításban fog részesülni, épületgépészeti, fűtéskorszerűsítési, tehát a fűtőtestek, illetve az ahhoz kapcsolódó hálózat cseréje fog megtörténni, és a jelenlegi hőközpont kazánház felújítása is meg fog történni. Gyakorlatilag az egyik, az új építés keretében legjelentősebb kivitelezési munkálat lesz a B épület szárnyban, a tetőtérben a csoportszobák kialakítása, illetőleg hát egy hatalmas beruházás, új építési beruházási munkarész lesz a jelenlegi tornateremhez csatlakozó tornaszoba, tehát ez egy körülbelül egy fél tornateremnek felel meg, 225 négyzetméter alapterületű lesz, ennek az új építése. Külön kiemelt jelentőség kapcsolódik ehhez, hiszen a tervezett helyszíne, a féltornaterem tervezett helyszínén egy korábbi régészeti feltárás kapcsán leletek kerültek elő, így a kivitelezést valószínűleg, sőt egészen biztos, régészeti megfigyelés mellett kell majd folytatni a kivitelezőnek, illetve nekünk a megrendelőnek. Amit még nem mondtam, az az iskolaudvar felújítása, valamint egy C-típusú sportudvar kialakítása, ami szintén meg fog valósulni a projekt fizikai befejezésének a végére. Április 29-én tartottak sajtótájékoztatót a Vasari János Általános Iskolában megvalósuló közel 2 milliárd forint értékű beruházásról. A fejlesztés a Tatabányai Tankerületi Központ által elnyert 2017-es pályázatnak köszönhetően jött létre. A tankerület számára ez egy további lépést jelent az intézményeink fejlesztésében.
Valóban a Vaszari Általános Iskola a tankerület legnagyobb intézménye, de azért azt is szeretném elmondani, hogy a mi tankerületünkben körülbelül 70 iskolai épület van, és annak már több mint a felét valamiféle infrastruktúrális fejlesztésbe tudtuk részesíteni. Ami itt megvalósul a Vaszari Iskolában, az eddig a legnagyobb infrastruktúrális fejlesztésünk. Egy ilyen projekt megvalósítása során mindig arra törekszünk, hogy azt a részét az intézménynek, ami régóta nem került felújításra, azt felújíthassuk, illetve hogy ahhoz a környezethez tudjuk átalakítani, ami a mai kornak megfelel. De úgy nemrég került be a köznevelési törvénybe a mindennapos testnevelés, ennek a feltételeit fogjuk most elsősorban itt a Vaszari Iskolában kialakítani, egy fél tornateremmel és egy nagy sportudvarral. A kormányrendelet értelmében április 19-től ismét elkezdődött az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak személyes oktatása, akikhez május 10-től már a felsős tanulók is csatlakoznak, így az intézményben kiemelten fontos a koordinálási feladatok megszervezése. Annyit tudok mondani, hogy a kollégáim mindent megtesznek azért, hogy itt zökkenőmentesen haladjon az oktatás. Nekünk a vezetőségnek nagyon sok tervezésbe került azt, hogy az alsó tagozatot átcsoportosítva az épületbe, itt gondolok olyanra, hogy az asztalok, padok, székek áthordása, tehát ebben ugye a technikai személyzet is nagyon kivette a részét, és megoldottuk azt, hogy próbáltuk a diákokat a legoptimálisabb körülmények közé tenni, hogy az oktatás-nevelés zavartalanul működjön. Sikerült megoldani. Most egy következő feladatunk lesz az, hogyha a felső tagozat május 10-től megérkezik, akiket ugye felváltva tudunk fogadni, 5-6. Évfolyam kezdi majd, utána a 7.-8. évfolyam felváltva online, illetve jelenléti oktatásban részesül. Na most itt is terembeosztásokat készíteni mindkét variációra. Itt nagyon sokszor változott a helyzet az elmúlt időszakban is, úgyhogy igen, sok-sok türelemre, odafigyelésre van szükség, de azt hiszem, hogy itt most már ezt a kis időt meg fogjuk oldani, illetve hát azért éri meg, mert tényleg egy szép iskolát kapunk helyébe. A fejlesztésre a kivitelezőnek 11 hónap áll rendelkezésre. Hosszú idő után újra fogadják a látogatókat a tatai idős otthonban. A látogatás csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára meghatározott időpontokban lehetséges. Erről pénteken adtunk hírt. Május 1-jei hatállyal dr. Friedrich Gábor 13 év után Borogon látja el kapitányság vezetői feladatait. Múlt héten a Kossuth téren nem mindennapi kiállításnak lehettünk szemtanúi. A megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottságának demonstratív kampánya középpontjában azok állnak, akik tavaly közlekedési balesetben hunytak el. Péntek délután a Demokratikus Koalíció sajtótájékoztatóján mutatkozott be Tataváros új önkormányzati képviselője, Lengyel Zsolt. Védettségi igazolványa rendelkezők élhetnek ismét az idős otthon látogatásának lehetőségével. Aki rendelkezik ilyen irattal, magával viheti a találkozóra 18 évnél fiatalabb gyermekét is. A látogatási időben azonban a hozzátartozóknak továbbra is orrot és szájat eltakaró maszkot kell viselniük az intézményben. A rendelet tegnap lépett hatályba, tehát a kihirdetésével 29-én délután este már hatályba is lépett. Megszüntette ez a rendelet a intézmény elhagyási tilalmat, illetve a látogatási tilalmat is, bizonyos feltételekhez kötve. Ez a feltétel a védettségi igazolványhoz kötött, tehát olyan látogatók jöhetnek be az intézménybe, akik rendelkeznek ilyen védettségi igazolványjal, illetve a velük érkező kiskorú gyermek is bejöhet és meglátogathatja nagypapát, nagymamát. A gondozási folyamatokhoz, illetve a napi rendhez kötötten szabtunk látogatás időt, ezt a kapukra kitettük, a Facebook oldalra is, amit létrehoztunk, föltesszük, illetve Tataváros honlapján is olvasható. Az a lényeg, hogy nem teljesen korlátlan, de sosem volt teljesen korlátlan. Tehát amikor fürdetés van, éppen étkezések vannak, vagy rögtön ebéd után a rövid kis csendes pihenőbe, ott
nem volt talán ennyire határozott, de mindig kértük, hogy lehetőleg ne akkor rendezzék a hozzátartozók a látogatásukat. Az elhagyási tilalom is megszűnt a védettségi kártyával rendelkezők számára. Ha valaki nem rendelkezik a kártyával és 72 óránál hosszabb időre hagyja el az intézményt, csak negatív antigén gyors teszt elvégzését követően térhet vissza. Eddig is volt ilyen lehetőség, tehát aki úgy gondolta, hogy hazamegy a intézmény elhagyási tilalom alatt, ezt eddig is megtehette, csak nem volt elegendő ez a gyors teszt, hanem 2-48 óra különbséggel levett PCR tesztet kellett neki ahhoz produkálnia, hogy visszajöhessen. Tehát nem teljesen új ez a lehetőség, hogy ki lehet menni az intézményből, csak szigorú feltételekkel lehetett visszaérkezni. Ahogy én kihirdettem a lakók között ezt a lehetőséget, azonnal voltak, akik szaladtak a lottózóba, mert már régen nem tudták megtenni az occot. Van, akinek ez egy fontos elfoglaltság és izgalom, és már ők vissza is érkeztek, tehát a kihirdetés követően, akit már nagyon feszített ez a helyzet, azok láttam, kimentek kacsát etetni, tényleg a boltba vagy a totózóba, és ők már úgy nagyjából vissza is érkeztek, tehát szerintem ebédkor teljes lesz a létszám. május 1-i hatállyal a Dorogi rendőrkapitányságon folytatja munkáját dr. Friedrich Gábor kapitányságvezető. Számos elismerés mellett 2020-ban kiérdemelte a megye rendőre címet. A rendőrezredes 1992. október 1-e óta teljesít szolgálatot a rendőrségen. Majdnem pont 13 évet sikerült eltöltenem városomban kapitányságvezetőként. 2008. júniusában kezdtem meg itt a szolgálatot. Egy nagyon szép és hosszú pályaszakaszt zárok most le a tatai kapitányságon. Nagyon büszke vagyok, voltam folyamatosan, és most is visszatekintve nagyon büszke vagyok arra, hogy a saját városom. Nagyon büszke arra, hogy egy ilyen fontos pozíciót tölthetett be városában, és egy remek csapatot irányíthatott. A kincstári büszkeség mellett személyes oldala a dolognak az, hogy nagyon boldog voltam ebben a 13 évben boldog voltam, hogy ezt végezhetem, és hogy itt szolgálhatom a helyi közösséget, amelyikkel egyébként közvetlen kapcsolatban voltam a nap 24 órájában gyakorlatilag folyamatosan. Nem arról van szó, hogy most elvtelenül hazabeszélnék, helybeliként folyamatosan kaptam a visszajelzéseket úgy formális úton az önkormányzatoktól, intézményektől, és informális úton is a városban élve, járva, kelve, megállítottak, megszólítottak, tehát mindezen visszajelzések alapján is, az objektív statisztikai adatok alapján is, valamint a rendőrségen belüli értékelési rendszer adatai alapján is. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép és eredményes munkát végeztünk itt közösen a kollégáimmal, és én úgy érzem, hogy emelt fővel tudok távozni a tatai kapitányság éléről, de hangsúlyozom, hogy nem Tata városából. Dr. Friedrich Gábor a tatai rendőrkapitányságot 2008-tól vezette. Egy olyan kapitánynyá nőtte ki magát, és olyan kapitánya volt a városnak és a kistérségünknek, aki nem csak szigorúan a kötelező szabályok és rendeletek betartásáért vállalt felelősséget, hanem egy igazi közösséget kovácsolt a helyi rendőrségből, és a várossal és a kistérséggel, az itt élőkkel való kapcsolattartása is példaértékű volt. Folyamatosan minden évben javuló mutatókkal tudta bizonyítani és igazolni azt, hogy a rendőrei a város közbiztonságáért, a kistérségünk, a járásunk közbiztonságáért mindent megtettek úgy, hogy valóságos eredményei is voltak ennek a munkának. Úgyhogy jó Isten éltesse az új munkahelyén, hálás szívvel köszönjük az itteni szolgálatát, és reméljük, miután itt marad, itt él továbbra is Tatán, reméljük, hogy sokszor fogunk tudni még vele együtt ünnepelni és találkozni, és segíteni tudjuk egymást a további életünkben is. Úgyhogy még egyszer köszönjük a szolgálatát. A tatai rendőrkapitányságot május 1-től a Dorogi rendőrezredes rendőrségi főtanácsos Krasula János vezeti.
A megyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága nem mindennapi módon hívja fel a figyelmet a közlekedési szabályok betartásának fontosságára. Tatabánya után április 24-e és 29-e között Tatán a Kossuth téren volt megtekinthető az a kültéri installáció, amely keretében koporsó fedeleken feltüntetve szembesülhettek az érdeklődők a tavalyi évben hány évesen és hol hunytak el közlekedési balesetben a megye áldozatai. 2020 évben a Komárom-Esztergom megye illetékessége területén 18-an haltak meg közlekedési balesetben, sajnálatos módon, 16 balesetben. Tehát két olyan baleset is volt, ahol egyszerre ketten haltak meg. Ezek a sziluettek azt jelképezik, hogy milyen veszélyes a közlekedés, illetőleg minden egyes sziluettre az elhunytnak az életkora van ráírva, illetőleg, hogy milyen ok miatt történt a halálos közlekedési baleset. A halálos kimenetelű közlekedési balesetben van gyalogos is, gépjárművezető is, motorkerékpáros is. Igazából összefoglalóan azt lehetne elmondani, hogy a sebesség helytelen megválasztása, az elsőbségi szabályok meg nem adása, illetőleg a figyelmetlenségnek a hiánya, ezek a főbb baleseti okok ezeknél a baleseteknél. Akik megnézik a kiállítást, inkább csendben szokták szemlélni, nem elég jól, elég sok információ van egy ilyen táblán, abból elég elgondolkodtató. Azt még hozzátenném, ugye, hogy ez egy megyei baleseti statisztika, azt is el kell mondani, hogy a Tata illetékesség területén a 2020-as évben nem volt halálos kimenetelű közlekedési baleset. Én mindenkinek ajánlom, aki részt vesz a közlekedésben, akár gyalogosan, akár gépjárművel, ezekben a halálos balesetekben kettő is van, ami gyalogos közlekedés során történt, van kerékpáros is, és a teljes életkori szegmens benne van. A rendőrségnek nagyon fontos, hogy mindenki betartsa a közlekedési szabályokat. Ugye a legfontosabb baleseti okokat már említettem, de én mindenekelőtt arra hívnám fel mindenkinek a figyelmét, hogy a kellő figyelemmel és toleranciával közlekedjünk. Hogyha ezt tudjuk tanúsítani, akkor a többi szabályok betartása már ugyanolyan fontos, de akkor már sokkal jobban fog alakulni. A Demokratikus Koalíció választókerületi elnöke Lustig Péter mutatta be Lengyel Zsoltot, a Tatai önkormányzat új képviselőjét. A Demokratikus Koalíció életében nagyon szomorú esemény történt egy hónappal ezelőtt, amikor Gyűrűs Karcsi barátunk, Tatai önkormányzati képviselője Covid fertőzés következtében elhunyt. Ez a szomorú esemény mindannyiunkat nagyon meglendített, és most azért tartjuk ezt a mai sajtótájékoztatót, hogy bemutassuk Karcsi utódját, a Demokratikus Koalíció tagját, Lengyel Zsoltot, aki annak idején a lista 5. helyére került, és így automatikusan ő jutott be a tatai testületbe. Erről az értesítést már az önkormányzattól megkapta, tehát így hivatalosnak is tekinthető Lengyel Zsolt képviselősége. Itt ezen a mai bemutatón szeretnénk, hogyha megismernék a tataiak, hiszen a legutolsó választáson neki nem maradt választókörzet, tehát ő ezért csak a listára került föl, de nagyon aktív tagja a Demokratikus Koalíciónak, és mindig szívén viselte Tataváros sorsát és jövőjét, hiszen ide köti a munkája, az élete, és remélem, hogy jól fogja képviselni az összefogás pártjait, Tata valamennyi demokratikus érzelmű lakosát. Lengyel Zsolt vagyok, 59 éves. Jelenleg a tatai kistérségben lakok, 15 évet éltem Tatán, gyermekeim itt születtek. Sok barát, volt kollégám, ismerősöm köt a városhoz. Politikai munkásságom során képviselni szeretnék minden tatait. Ezért csak olyan javaslatokat és olyan előterjesztéseket fogok támogatni, amelyek a itt élők boldogulását, életminőségét, jövőjét szolgálják. Célom, hogy Tatát ne csak papíron és szóban, valóban is a vizek és műemlékek városaként hagyjuk az utókornak. Szeretnék köszönetet mondani a Tatai Demokratikus Koalíció tagjainak azért,
hogy a váratlanul elhunyt Gyűrűs Károly helyét átvehetem a tatai önkormányzat képviselőtestületében. Munkatársaim nevében én köszönöm megtisztelő figyelmüket. Önök május 3-án hétfő este a Tatai Televízió Tallózó című műsorát láthatták. Tallózóval mi legközelebb jövő hétfőn jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra és egymásra is. Viszontlátásra!